több mint 100 millió forint toppos forrásból fejlesztett az elmúlt öt évben Györe. Így újították fel a művelődési házat, az orvosi rendelőt, és készült el a csapadékvízelvezetés is több utcában. Filamella Tibor polgármester úgy nyilatkozott, bár még nem írták ki a top plusz pályázati feltételeket, már tudják, mit szeretnének. A csapadékvíz elvezetés az még két utcában érdekelne, aztán a, az önkormányzat épület, a polgármesteri hivatal épületének az energiakorszerűsítése, hőszigetelés, nyilázárok cseréje, tehát ezek a, amik, amik fontosak, és bízunk benne, ezek toppos pályázatok voltak, hogy újra lesznek kiírva. Nagy is készülnek már a top plusz pályázatainak megjelenésére. A helyi orvosi rendelő átalakítására és felújítására szeretnének elsősorban forrást nyerni. Az előző ciklusban három benyújtott pályázatok is elnyerte a 100%-ban térítendő támogatást. Örülünk neki, hogy újra van lehetőségünk pályázni. Egy település fejlesztésében más lehetőség nagyon nincsen, csak a pályázati utak abban, hogy fejlesszük a közösségünket. Vannak sok terveink arra, hogy hogyan lehet élhetőbb és szebb települést varázsolni Nagykonyiból, úgyhogy folyamatosan ezen dolgozunk, hogy szép településünk legyen. Az elmúlt periódusban Nagymányok is igyekezett minden lehetőséget kihasználni arra, hogy támogatást szerezzen a város fejlesztésére. Minden pályázatot benyújtunk általában sikeresen. Összességében 1 milliárd 180 millió forintot nyertünk topos pályázatokon. Azt mondhatom, hogy a, gyakorlatilag az önkormányzati épületek fel, egy kivétel mindegyike fel van újítva. Van, amelyik csak kívül, van, amelyik kívülbelül, tehát amire lehetett pályázni, és amire kaptunk pénzt, azt megvalósítottuk. A polgármester az egyik legfontosabb jövőbeli feladatnak a belterületi utak és járdák felújítását tartja. Ha lehetőség lesz rá, erre fognak majd pályázni a Top Plus keretein belül. Tolna megye települései az előző pályázati ciklusban közel 40 milliárd forintnyi támogatásban részesültek. Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban bejelentette, hogy idén 1800 milliárd forint támogatást osztanak ki a vidék fejlesztésére. Ebből Tolna megyének előre láthatólag 45 milliárd forint jut. Hasonló célokat tűzött ki ez a TOP2-es programsorozat, mint az előzőekben, tehát a közútfejlesztések, a kis települések környékén, élhető települések fejlesztése, önkormányzati középületek energiafelújítása, munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű területeken fenntartható városfejlesztés. A top 1-ben a tolna megyei települések, mint egy kétharmada, vagyis 60-70 település részesülhetett a visszanemtérítendő támogatásban. A közgyűlés elnöke hozzátette arra számítanak, hogy az új lehetőségeknek köszönhetően Tolna megye még élhetőbb lesz.